A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, köszönjük, hogyha bűnben születtünk is mindnyájan, nem kell bűnben meghalnunk. Köszönjük, hogyha mi nem vagyunk is tekintettel rád sokszor, te a te nagy nevedért irgalmas vagy hozzánk. Köszönjük, hogyha minden lehetőséget eljátszottunk, neked még mindig van lehetőséged arra, hogy ne csak újra kezdjük valahogy a régit, hanem egészen újat kezdjünk veled. Könyörülj rajtunk, hogy ez a minőségileg új mindannyiunk életében elkezdődjék. És hogyha valahol megakadtunk ebben, segíts most tovább lépni. Adj ehhez lendületet, adj reménységet. Néha már magunk is lemondunk arról, hogy gyökeresen megváltozhat a gondolkozásunk, a természetünk. Könyörülj rajtunk, és mutasd meg nekünk, hogy ami az embereknél lehetetlen, az lehetséges az Istennél. És még nekünk is lehet új szívünk, és még mi is bejuthatunk a te országodba. Kérünk, hogy ne csak taníts erre most minket, hanem indíts és győzz meg a te lelkeddel. Amen. Isten igéjét, amelynek alapján az ő szent lelke segítségével az ő üzenetét hirdetem néktek, Ézsaiás proféta könyve első részének 18-tól 20-ig terjedő verseiben így olvassuk. Jöjjetek, törvénykezzünk, ezt mondja az Úr. Ha vétkeitek skarlátpirosak is, hófehérekké válhattok. Ha vörösek is, mint a bíbor, fehérekké lehettek, mint a gyapjú. Ha készségesen hallgattok rám, élhettek az ország javaival. De ha vonakodva elpártoltok tőlem, fegyver pusztít el titeket. Az Úr szája szólt. A napokban kezdtük olvasni bibliaolvasó kalauzunk útmutatása szerint Ézsaiás könyvét. Ez a fejezet olyan, mintha egy bírósági tárgyalás jegyzőkönyve lenne. Isten az igaz bíró sorolja népének a bűneit. Halljátok meg egek, figyelj ide föld! Fiaimat felneveltem, fölmagasztaltam, de ők elpártoltak tőlem. Az ökör ismeri gazdáját, a szamár is urának jászlát. De Izrael nem ismer, népem nem ért meg engem. Jaj, vétkes nemzet, bűnnel terhelt nép, gonosz utódok, romlott fiak, elhagyták az Urat, megvetették Izrael szentjét, elfordultak tőle. Isten szerint az ő népének alapbűne a hűtlenség. Isten mellett bálványokat is imádtak, önmagukat istenítették, nem bíztak igazán, és nem egyedül az ő urukban bíztak. Márpedig védelmet csak a vele való szövetség jelent. Mivel ebből kiléptek, nagy baj történt. Asszíria letarolta az országot, Szanhérib király lerombolta a városokat, olyan az egész ország, mint ősszel a szedett fa. De ez sem használt. És a tárgyalás éppen arról folyik, hogy ezek után sem fordult oda a nép őszintén és teljes szívével Istenhez. Elkezdtek egyfajta vallásoskodást, sokféle áldozatot bemutattak, sokféle ünnepet megültek a templomban, Isten azonban az őszinteséget hiányolja mögüle. Ne hozzatok többé hazug áldozatot, még a füstjét is útálom. Új hold, szombat, ünnepi összejövetel? Nem tűröm együtt a bűnt és az ünneplést. Mert miközben folyik a templomi kultusz, aközben, ha itt most mindent elolvastam volna, ilyeneket hallottunk volna, az árvákkal senki sem törődik,
az özvegyeket kifolgatják megmaradt csekély javaikból, ha nem vesztegetik meg a vezetőket, nem intézik el az emberek ügyeit, csúszó pénzzel viszont minden gonosz terv végrehajtható, arra kapható bárki. Ezt olvassuk itt, vezéreid megáltalkodottak, tolvajok barátai, mindegyik szereti a megvesztegetést, ajándékot hajhász, az álvák igazát nem védik, az özvegy peres ügye nem kerül eléjük. És a továbbiakban elmondja Isten, hogy semmi sem valódi már. A bort vizezik, a szerelem hamis, a szavak is hamisak, a legritkább esetben mondja valaki azt, amit gondol, mindig hátsó gondolatokat kell keresni, amik el vannak bújtatva, a bírák hamisan ítélnek, és elhangzik Isten ajkán a szörnyű minősítés, vérvörösek a bűneid, mint a bíbor. Ez a kifejezés akkor azt jelentette, hogy az ítélet halál. Az asszír invázió még nem jelentett halált, csak nagyon komoly figyelmeztetést. De arra sem fordult vissza a nép Istenéhez. Isten viszont igaz bíró. Éppen ezért most már következik a halál. És erre nagy csend lesz a tárgyalóteremben. Valóban el kell pusztulnia Isten népének? Csak ugyan olyan nagy a szélesedett és mélyült a szakadék a Szentisten és a bűnös ember között, hogy áthidalhatatlan? Annyira megsérült a szövetség, hogy nem lehet helyreállítani? És olyan nagyra nőtt a nép bűn adóssága, hogy lehetetlen törleszteni? Áldozatokkal sem, Isten tiszteletesdivel sem, imádságokkal, jó szándékkal, emberi összefogással sem? És a bírói székből elhangzik a szó, hogy nem. Olyan naggyá növelte az ember a szakadékot, olyan messze távozott Istentől önhittségében, olyan nagyra nőtt az adóssága, hogy lehetetlen megfizetni. Szóval akkor halál. És itt megszólal az Úr, az, aki a vádakat felsorolta, és bejelenti az általános amnestia lehetőségét. Ha vétkeitek skarlátpirosak is, hófehérekké válhattok. Ha vörösek is, mint a bíbor, fehérekké lehettek, mint a gyapjú. Az ember nem hisz a fülének. Ennyi lázadás, ilyen megáltalkodottság után is. Fehér lehet az, amiről maga Isten jelentette ki, hogy vörös, mint a bíbor, tehát halálos bűn. Nem lehet miatta megengesztelni őt. Mégiscsak áthidalható a szakadék. És ha az adósság nem törleszthető, akkor elengedi a hitelező. Csak úgy, mindenestül. Aki érti az Ószövetség képes kifejezéseit, az valóban csodálkozik mindezen. Ha vétkeitek skarlátpirosak is, hófehérekké válhattok. Ha vörösek is, mint a bíbor, fehérekké lehettek, mint a gyapjú. És a nyomaték kedvéért így fejeződik be a mondat, az Úr szája szólt. Nem ember találja ki önmaga vigasztalására, ez jogérvényes kijelentés. Az engedi el a tartozást, akinek tartoztak. Az bocsátja meg érthetetlen és végtelen kegyelméből a bűnt, aki ellen vétkeztek. A végtelen isteni kegyelem mégis ad megoldást népének a sors kérdésére. Még egy lehetőséget kap ez a nép. Ő maga nem tehetett semmit azért, hogy tovább mehessen az úton ennyi bűn után is. Isten azonban lehetővé tette ezt. Csakhogy
itt nem ér véget az, amit az Úr szája szólt. Ha készségesen hallgattok rám, élhettek az ország javaival. De ha vonakodva elpártoltok tőlem, fegyver pusztít el titeket, az Úr szája szólt. Van tehát folytatása is az amnesztia kihirdetésének. Ha önmagáért nem tehetett is semmit a nép, hogy megmeneküljön, hogy kegyelmet kapjon, a kegyelem elfogadása után tennie kell valamit. A kegyelmet megelőzően minden jóra képtelen volt. Amikor azonban ennek ellenére Isten kegyelmet adott, akkor meg kell változnia. Ha készségesen hallgattok rám, ha kész alárendelni magát Isten akaratának, ha megszületik egy döntés, hogy élete minden területén Isten igéje, akarata, törvénye érvényesül, akkor élhettek az ország javaival. Ez nem csak azt jelenti, hogy ha jók lesztek, jól lakhattok. Az az ország teljesen ki volt fosztva akkor. És Isten azt ígéri a népnek, hogy ilyen helyzetben is biztos egzisztenciát teremt nekik, ha visszatérnek a szövetségbe. Vagyis, hogyha nem szórakoznak tovább azzal, hogy áltatják magukat a hamis illúzióval, mint hogyha az Istentől való elszakadásban találnák meg az igazi szabadságot, hanem végre komolyan veszik, hogy az Istentől való totális függés biztosítja nekik azt a szabadságot, hogy élhetnek, hogy van túlélés mindennek ellenére, és hogy azzá válhatnak, akikké Isten akarja őket formálni. Erre kapott szabadság a szabadság. És Isten nélkül, tőle távol, erre képtelen az ember. Az Istennel való szoros szövetségben lesznek védve minden külső rombolástól és belső rothasztástól. Csak így van jövője a népnek, de így van. Egy kifosztott országban is, szegényen, leigázva, elkölcsileg szétzüllesztve, hitükben megtépázva is, Isten jövőt készített az ő népének. De a jövő egyetlen útja, a hozzávaló visszafordulás, ez a radikális megtérés, az ő igéje szerint való élet. Ha készségesen hallgattok rám, azt olvastuk itt. Ez a mondat, amit itt a végén hallottunk, ezt jelenti, vagy engedelmeskedik a nép, és akkor eszi az ország javait, vagy nem engedelmeskedik, és akkor a fegyver eszi meg őt. Ha készségesen hallgattok, élhettek az ország javaival, ha elpártoltok tőlem, fegyver pusztít el titeket. Én nem tudom, hogy van-e valaki közöttünk, aki még sose volt úgy, hogy vádlottnak érezhette magát egy bírósági tárgyaláson. Most nem gondolok arra, hogy valamely nagy szürke épület egy tárgyaló termében ott kellett ülni egy padon, hanem amikor bekövetkezett az, amit János apostol így ír, hogy fiacskáim, mikor vádol minket a szív. Amikor egy emlék, egy tárgy, egy jelenet fölébreszti az ember alvó lelkiismeretét, és valahol mélyen valami nagyon fájni kezd. Az, amit akkor mondtam, az, amit akkor nem tettem meg, és most már soha többé nem pótolhatom. A mulasztásaink, a vétkeink egyszer csak vádolni kezdenek. Ha vádol minket a szív, amikor fölriad a lelkiismeret, és először magunk sem tudjuk, hogy miért érezzük rosszul magunkat, aztán egészen világossá válnak ezek a bűnök. Vagy amikor bekövetkezik az, amit a hívő népről mond a Szentírás, hogy az ördög vádolja az Isten választottait. Amikor egy-egy olyan bűnünkre emlékeztet, amire mi már bocsánatot kaptunk, de elbizonytalanodunk benne. Vajon csak ugyan megbocsátatott az? Hiszen nem tettem jóvá, és most már nem is tehetem. Hiszen az, hogy már ritkán emlékszem rá, nem azt jelenti, hogy az nincs többé. Vagy amikor vádolni kezdenek kórusban az ellenségeink, és sorolják minden hibánkat, botlásunkat, bűnünket felnagyítva,
újra és újra, azokat is, amiket már elrendeztünk Istennel és emberrel, hogy meg tudja kínozni az embert. Vagy nem kell ahhoz ellenség, amikor vádolnak a családunk tagjai. És igazuk van. Nem kapták meg azt, amivel tartozunk nekik. És sorolja mindenki a tartozását. A gyerekeink, a házastársunk, a család idős tagjai, a távolabbi rokonok. És kiderül, hogy mindig az. Még mindig tartozunk egy levéllel. Egy látogatással, egy jó szóval, mosollyal, megértéssel, megbocsátással, segítséggel, szívesség viszonzásával, talán készpénz adóssággal, tartozunk, tartozunk, tartozunk. Adósai vagyunk. Szinte mindenkinek, aki körülöttünk él. Olyan nagyra nőtt a tartozásunk, hogy már a kamatait is reménytelen elkezdeni törleszteni. És tartozunk Istennek is. Azzal a tisztelettel, ami egyedül őt illeti meg. Azzal a dicsőítéssel, ami végett, amire teremtett bennünket. Nem teljesítjük a kötelességünket, a küldetésünket. Tartozunk azzal a feltétel nélküli bizalommal, amit ő joggal elvár tőlünk, mert soha senkit nem csapott még be. Tartozunk azzal, hogy szeressük őt teljes szívünkből, teljes lelkünkből, teljes elménkből és minden erőnkből. És úgy érzi az ember, lehetetlen fizetni. És igaza van a biónak, amikor kijelenti, halál. Valóban vörösek a bűneink, mint a bíbor. Pedig próbálunk mi néha segíteni a bajon. Néha mégiscsak mondunk egy jó szót, egy-egy meglepetéssel az embereknek, egy kis figyelemmel, idővel Istennek, próbáljuk törleszteni a törleszthetetlent, de magunk is érezzük, hogy az összeg nagyságához képest ez nevetségesen semmi. Ez valami olyan, mintha 10 millió forinttal tartoznánk, és mondjuk minden vasárnapi istentiszteleten való megjelenés 100 forint törlesztést jelent. Nem egy tízest, egy százast. Az egy évben már 5000 forint, ha minden vasárnap törleszt az ember. 10 év alatt 50 000 forint. Nem kis összeg. De 100 év alatt is csak 500 000. És még hol van a 10 millió? 2000 évig kellene élnie az embernek, hogy letörlessze a 10 milliót. Ha nincs kamata, akkor is. Teljes képtelenség. Ennyire képtelenség az, hogy mi azt a mérhetetlen bűnadósságot, amit fölhalmozunk életünk során, kifizessük, letörlesszük. Ha csak el nem engedi a hitelező. És ez az ige erről szól. Hogy Isten nem abban leli örömét, hogy számon tartja a tartozásunkat, nem abban, hogy a fejünkhöz veri, vagy elénk teszi naponta az egyen növekvő listát, hanem abban, hogy segítsen újat kezdeni. Hogy ne nyomasszon, ne nyomjon agyon minket az adósság tudata. Hogy fájjon nekünk az, egyszer legalább igazán, hogy ennyi mindennel tartozunk, de utána ne ez a fájdalom, hanem az az öröm jellemezze az életünket, hogy levette rólunk bűneink terhét, hogy ő kegyelmes és elengedi az adósságot. Mi már többet tudunk, mint Ézsaiás. Mert a mi tárgyalásunkon egyszer csak valaki váratlanul megszólal. És kiderül, hogy védő ügyvédünk is van. Nem egyedül kell a szavakat keresgélnünk, nem kell mentegetőznünk. Így olvasunk erről a védő ügyvédről, gyermekeim, azért írom ezeket nektek, hogy ne vétkezzetek. De ha mégis vétkezik valaki, van pártfogónk, szószólónk, ügyvédünk, ezt jelenti ez a szó, az atyánál, az igaz Jézus Krisztus, mert ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért, de nem csak a miénkért, hanem az egész világ bűnéért is. Engesztelő áldozat. Vagyis kifizette az adósságunkat. A Kolossé levél 2. részében szó szerint ezt olvassuk,
hogy az ellenünk szóló, minket vádoló nyugtát eltépte és odaszögezte az ő keresztjére. Engesztelő áldozat azt jelenti, hogy azt a halálos ítéletet, amit kihirdetett az igaz bíró ellenünk, azt ő helyettünk elszenvedte. És így érvényes az amnestia, hogy szabad vagy, az ítélet végrehajtatott. Engesztelő áldozat a mi bűneinkért. És aki ezt hittel megalgatja, aki ezt önmagára nézve is komolyan veszi, annak a szívét tölti be a bocsánatot nyert bűnösöknek az öröme. Az az ember lesz bizonyos abban, hogy az én vérvörös bűneimet az ő kihullott vörös vére lemosta. És ha vétkeitek skarlátpirosak, mégis hófehérekké válhattok. És az, amit az imént az énekkartól hallottunk, az szó szerint úgy igaz. Ezt megint nem mi találtuk ki, hanem aki mindezt értünk elvégezte, az biztosít erről minket, hogy az Isten bárányára letehetjük a bűnünket, és ott hagyhatjuk az ő kereszténél, és lehetséges az, hogy a szívünket mindenestől, nem csak részben az Úr elé vigyük, és megtisztul minden szenytől a Jézus vérében, de csak abban. Mert Jézus Krisztusnak, az Isten fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Rettenetesen meg tudja gyötörni az embert a bűntudat, a vád, a tartozások reálszakadása, ha ezt nem hiszi igazán. Jézus Krisztus azért jött, hogy mégiscsak legyen lehetőség a túlélésre. Hogy azt a halált, amire rászolgáltunk, ne nekünk kelljen elszenvednünk. Elszenvedte ő. És aki ezt igazán hiszi, annak már itt kiderül, meggazdagodik, felszabadul az élete, annak lesz tartása, az bizonyos lesz abban, egy pluralista világban, hogy egyedül Jézus Krisztusért kaphatunk mindnyájan bűnbocsánatot és életet. Azt tudni fogja egy olyan közegben, amelyiket áthatott minden tekintetben a szabadosság, hogy csak a Krisztusnak elkötelezett tanítvány előtt van igazán jövő, és hogyha a kételyek támadják, az ilyen embernek bizonyossága lesz arról, hogy mindez igaz, élete is történt, van élet lehetősége. És közben sok minden és sok mindenki támadhat és vádolhat, és akkor mi mondhatjuk Pál apostollal együtt, azt, amit a Római Levél 8. részének a végén olvasunk, kivádolná az Isten választottjait, Isten, aki megigazít. Ki ítélne kárhozata? A meghalt, sőt feltámadott Jézus Krisztus, aki az Isten jobbján van és esedezik életünk? Azért meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem semmi más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. És ha valaki eljut oda, hogy már vádolja a szív, és komolyan veszi azokat a vádakat, amiket az igaz bíró mond, az mégis tudhatja azt, hogy ennek ellenére is van távlat, van perspektíva, van életlehetőség előtte, és hogy egészen egyszerűen mondjam, ennek ellenére is ezek után is bemehetünk a mennyországba, mert Jézus Krisztus azért jött, még egy mondatot az Efézusi levélből, hadd olvassak az 5. részből, azért jött, és úgy szerette az egyházat, hogy önmagát adta érte, hogy a vízfürdőjével az ige által megtisztítva megszentelje, így állítja maga elé az egyházat dicsőségben, hogy ne legyen rajta folt, vagy ránc, vagy akármi hasonló, hanem szent és fedhetetlen legyen. Mert ha a bűneitek skarlátpirosak, mégis hófehérekké válhattok. És ha készségesen hallgattok rám,
élhettek az ország javaival. Ha azonban vonakodva elpártoltok tőlem, a fegyver pusztít el titeket. Az Úr szája szólt. Testvérek, akik még soha nem vádoltak a bűnei, az csak sajnálni lehet. Az annyira érzéketlen még vagy már, hogy ebben az állapotában nem lehet rajta segíteni. Boldog ember az, akinek már fájnak a tartozásai. Csak el ne felejtsük, hogy nem ez a cél, hogy fájjanak, hanem az, hogy komolyan vegyük a jó hírt, az evangéliumot, hogy Jézus Krisztus kifizette mindannyiunk bűnadósságát. És az, hogy valaki ezt igazán komolyan veszi, vagyis hisz, az mutatja, hogy soha többet nem akarja szaporítani a tartozásait. Soha többé nem akarja megszegni az ő törvényét, hanem hálából neki akar élni. Ebben a tisztaságban, amit Isten adott. És ha mégis vétkezik, akkor van szószólónk az Atyánál. Az igaz Jézus Krisztus, aki engesztelő áldozat a mi bűneinkért. Isten lépett, egészen idejött közénk Jézus Krisztusban. Most már rajtunk a sor. Ha készségesen hallgattok rám, mondja Isten, mindez valóság lesz. Isten segítsen minket, hogy készségesen hallgassunk rá. Imádkozzunk. Istenünk, bocsáss meg, hogy naponta csak szaporítjuk az adósságunkat. Megvalljuk becsületesen, hogy legnagyobb jó szándékunkkal sem tudtunk igazán törleszteni. Magunk is érezzük, hogy nevetségesen csekély erőfeszítés az, amire mi képesek vagyunk. De köszönjük, hogy nem kell nekünk erőlködnünk. Kérünk téged, Jézus Krisztus, tedd egészen világossá mindannyiunk számára, hogy mit tettél te ott a Golgotán a kereszten. Hogy mit jelent az, hogy a mi adós levelünket is odaszögezted a keresztfára. Hogy mit jelent az, hogy előttünk is kinyitottad az Isten országába vezető utat. Hogy mennyire mássá lehet az egész életünk, gondolkozásunk már itt. És hogy olyan életet jelented a számunkra, ami túléli a halálunkat is. Kérünk ezeket a mély igazságokat, vésd a mi szívünkbe és engedd, hogy értsük és higgyük és tudjunk örülni nekik. És amikor vádol minket a szív, vagy bármi és bárki más, akkor hadd legyünk bizonyosak abban, hogy te engesztelő áldozat voltál a mi bűneinkért. És hadd legyünk bizonyosak abban, hogy a megbocsátott bűnökre te soha többé nem hivatkozol. Taníts meg minket is így megbocsátani egymásnak. Olyan tragikus az Úrunk, hogy amikor te mindent, ezt az óriási adósságot kegyelmesen elengeded nekünk, akkor mi apró kis összegeket, tartozásokat számon tartunk, egymás fejéhez vágjuk, megpróbáljuk bevasalni, kamatostul, egymás torkának esünk akkor, amikor te az életünket mentetted meg a haláltól. Szabadíts ki minket ettől, és tégy szabadokká megbocsátása, arra, hogy amiképpen te megengedtél nekünk, úgy engedjünk meg mi egymásnak. Segíts ezt elkezdeni már ma. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Maga pedig a reménységnek Istene, töltsön be titeket minden örömmel és békességgel a hitben, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Amen.